Tegnapi hír, távozik Pintér Attila a Magyar Labdarúgó Válogatott Szövetségi kapitányi posztjáról, őt Dárdai Pál követi ebben a pozícióban, a stúdióban pedig Hegedűs Henrika, az Origó munkatársa, sportú újságíró, már nem tudom kimondani se. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Hát mit lehet szólni ez a hírhez? Hát attól függ, mit szeretnénk szólni ez. Hát jó ez sok nekünk, minden. Vagy nem jó nekünk, vagy mi történt most? Mi történt Pintér Attilával? Miért nem sikerült neki? Szerintem nem az az elsődleges kérdés ebben a történetben, hogy most mi történt Pintér Attilával, hanem nagyjából az ő sorsát determinálta az, amilyen körülmények között ő válogatott élére került. De nagyon szerencsétlen volt a helyzet, mindenki tudta, hogy nem őt akarta az MLS a válogatott élére, hiszen arról volt szó heteken keresztül, hogy nem csak egy külföldi kapitányt szeretnénk, de olyan kapitányt, igen, aki azon túl, hogy szövetségi kapitány, egyfajta konstrukciót, működési modellt is hozzá tud tenni a magyar labdarúgáshoz. Ebben a helyzetben aztán mégiscsak egy váratlan fordulattal a Pintér Attilát nevezték ki. Hát ez nem könnyítette meg az ő helyzetét, illetve az elfogadottságát. Legyünk őszinték, tett is azért aztán a későbbiekben nyilatkozataival, válogatási elvével, stb., hogy ez így legyen. Tehát Pintér Attila támogatottsága minimális volt a kezdetektől fogva, és ez csak csökkent. És ugye az északírek elleni, mondjuk, hogy botrányos vereség után nem igazán volt más választása az MLS-nek, mint rossz és rosszabb közül választani. Valószínűleg a rosszabb lett volna az, hogyha maradt Pintér Attila, szerintem egyet lehet érteni azzal, amit Csányi Sándor mondott. Azt én nem, csak hogy pontosabban értsük ezt a dolgot, ugye azt mondod, hogy egy működési modell kell, egy külföldi nagynevű szövetségi kapitány kellene. Ez miért számít ennyit? Tehát ez tényleg ilyen sokat számít, hogy oda jönne egy sztár szövetségi kapitány, fölrajzolna a táblára valami működési modellt, és onnantól kezdve a magyar válogatott labdarúgói így megtátosodnának, és megnyernének minden meccset, vagy hogy? Abszolút nem. Ez egy szimbolikus poszt, elsősorban szerintem. És nagyon megijed fontos... Megijed az ellenfél, ha azt látja, hogy nem Pintér Attila ül ott, hanem mit tudom én. Most... Meg nem ijed, de ha mondjuk azt nézzük, hogy Pintér Attila például nem ment el az EB-selejtezők sorsolására. Igazából miért nem ment el, volt egy hivatalos oka, de ugye a valós oka az, hogy neki valóban, és ezzel nem bántani akarom, nincs értelme elmenni, nem ismeri a nemzetközi közeg, ő sem ismeri személyesen a szereplőket, nem is beszél idegen nyelveket, semmiféle tőkét egy ilyen, tulajdonképpen épp olyan marketing eseményben nem tud kovácsolni. Na most volt nekünk külföldi edzőnk, Lothar Matthäus. Hát ő kovácsolt tőkét, állítólag. Abszolút kovácsolt tőkét, igen, megközelíthetjük innen is, de az, hogy van egy Európában is ismert edzőnk, ez már attól a pillanattól, hogy ott kinevezik, visszahelyezi Magyarországot Európa futball térképére, ami most nem vagyunk egyébként rajta. Tehát ezzel kezdődik a külföldi edző személye. Igen, csak az ember azt gondolná, hogy az eredmény az meg a pályán születik. Tehát ez nagyon szép dolog, hogyha egy szövetségi kapitány jól tud kapcsolatokat kötni, meg jó kapcsolatai vannak, de hát attól még gólt kéne rúgni, meg nem kéne kapni. Persze, meg lehet közelíteni ilyen egyszerűen is. Egy külföldi kapitánynak megvan az előny, egy valós létező futballkultúrával jön, bizonyára magasabban képzett, mint a hazai szakemberek, van egyfajta kapcsolatrendszer, amivel el tud adni külföldre játékosokat, le tud kötni olyan edzőmeccseket, amik egy magyar edző nem, és abszolút hiteles személyiség, amit többször bebizonyosodott, hogy a magyar közeg senkit nem fogad el igazából maga, tehát belülről a magyar edzők, egymás előtt hát nincs igazából. Szegény Dárdai Pál sorsa meg van pecsételve. Ennek a jelenségnek mond ellent a Dárdai kinevezése, szerintem ő a magyar futball talán utolsó tölténye, mert Pintér Attila kinevezése is tényleg a határon, hogy van-e még valaki, aki tényleg komolyan szóba jöhet ezen a poszton, mint jelölt, és még nem volt egyszer vagy többször magyar szövetségi kapitány. Dárdai esetében az a nagy kérdés, tegnap beszéltem erről Salló Istvánnal, és ő vetette fel, ami szerintem egy nagyon, nagyon érdekes felvetés, hogy mi a magyar labdarúgás igazi érdeke, az, hogy ebben a helyzetben Dárdai Pál megmentse, mert egyértelműen ezt nem ő kérte, nem ő tesz, vagy a szívességet ő teszi, nem neki van szüksége az MLS-re, vagy a magyar labdarúgásra, nem fordítva, de hogy ő igazából egy olyan esély van a kezében, hogy Bundesliga csapatot edzen.
Most ennek a környékén sincs magyar edző sehol. Nem, hogy Bundesliga, de környező országban sem. Mi a helyzet, amit most meg kell menteni igazából? Ugye bekerültünk egy Európa-bajnoki selejtező csoportra, amiről azt mondtuk, hogy nincs benne verhetetlen csapat. Tehát egy ilyen szempontból egy nagyon jó csoport. És mind az első mérkőzésen a leggyengébbnek tartott csapattól alaposan kikaptunk itthon. Igen. Ezt nevezhetjük egyfajta történelmi esélynek, ugye ez az első sejtezőkör, hogy... A kibővített, bocsánat, igen, a keretbe, tehát hogy már 24 ahova másnál tényleg részt. Így tolják be a csapatokat állítólag. Szerintem kétféle felfogást meg kell különböztetni. Az a célunk és az a magyar labdarúgás érdeke, hogy kiussunk a soron következő aktuális nagy tornán, legyen EB vagy VB, vagy inkább komplexen is távlatokba gondolkozunk, és kimondjuk végre azt. Tehát, hogy van nagyon sok... Jó, de akkor ezt beszéljünk meg, tehát, hogy van nekünk igazából esélyünk arra, hogy kijussunk oda, reális esélyünk, és akkor itt ebbe számoljunk bele mindent, a szövetségi kapitány mizériákat, meg cseréket, számoljuk bele azt, hogy azért az utolsó mérkőzés sen, illetve a mérkőzés végén már azért a szurkolóknak, vagy a közönségnek is hát eléggé megjött a kritikai hangja, tehát nem tudom, hogy mi fog történni a következő válogatott mérkőzésen. Egyetlen kimennek az emberek? Érdekel-e valakit? Látjuk, hogy az embereket időről érdekli. Vagy túlborúsan látom a helyzetet? Kimennek. Szerintem el kell fogadni azt. Mindenki tudomásul veszi, hogy ó, igen, mi le vagyunk maradva Európától, stb. És az ebből következő dolgokat már elutasítjuk. Azt, hogy magyar labdarúgó kultúra nem létezik, ha nagyon hosszú évtizedek óta. Nem, kijuthatunk, az vakszerencse, tehát ne bízzunk a vakszerencsében, ne az mérjük magunkat, hogy milyen eseményre tudunk kijutni, mert lényegtelen kérdés. Mint az, hogy ki lesz a magyar válogatott középcsatára, lényegtelen kérdés. Az a lényeges kérdés, hogy mikor alakul újra a magyar labdarúgás szakmailag, erkölcsileg, koncepció szintjén, hogy legyen egy létező labdarúgó kultúrája az országnak, aminek az egyenes következménye az, hogy van egy olyan színvonalú bajnokság, olyan játékosokat lehet kinevelni, akik van valós esélye arra, hogy hát ki is azt hiszem, hogy ezt ebben az országban jó néhányan várják, nem tudjuk, meddig kell még várni. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat, híradóval folytatjuk.